Talán. Szöglet lesz. Lajzánc. Ők nem akarnak, mi meg nem tudunk eddig futballozni. 38. perc. Vég. Alászaladt. Gól! Nem volt les. Hát előre jöttek, egy picit előre jöttek. Vezet Lettország, az antifutball tökéletes megvalósítása eddig, amit csinálnak. Elképesztő. Nem tudom, mi lenne akkor, hogyha játszottak is volna. Vég először hibázott egyet, és itt pedig a teljes védelem leblokkolt. Verpakovskis az ötössől bebeelsősítette. Ott áll Verpakovskis, 9-esen már most kérte a labdát. Astafjev le is veszi. Végvert helyzetben volt, és jelenleg a válogatottunk is abban van. Itt nem volt mit tenni. Ebben a védekezésben. Hát annyit nem kell mozogniuk. Löw. Iszakovszot átjátszotta. Nem rossz, gól! Egyenlítünk! 51. perc. Szabics megint gólt lő. Vagy hát fejjel, de hát mindegy. Bent van a kapuban a labda. Az első gól, amit Lettország az EB-selejtezőkön kap. És hát Löw küzdött, és Iszakovszot becsapta. Szabics. Ontotta a gólokat az utánpótlás válogatottban, és bemutatkozásképpen kettőt lőtt Luxemburg ellen is. Szabics igazolja, hogy nagyon nagy érték. Most itt volt egy kis szöveg, az nem kell. Iszakovsz. Bleidelis. Van egy labdaszelidítő Bleidelis. Milyen kis. Lisztes. Gera. Megy fehér. Jól tartja meg Gera. Lisztes. Lisztes még. Gól! Vezetünk! Szabics! Az 59. percben a második gólja. Fordítottunk. Na hát nem csak a letteken múlik, hogy van-e itt futball. Urbán Flórián ezúttal kivételesen lelkes. Szabics pedig szédületes. Gyönyörű a passz Gerától. Lisztes pedig nem hagyja, hogy leteperjék. Szabics meg ahogy kell, jókor érkezik. Touchdown is lehetett volna, mert bevetődött a gólvonal mögé. Zemlinskis és Kolinko közelről nézték. Gyönyörű az egész támadás. Hát vezetünk. 86. perc. Először fehért láttuk közeli képen, aztán Kolinkót. A messzámok alapján 2-1. Ez a realitás. Fehér. Helyzet! Gól! Gera! 3-1. Eldőlt. Gera, ha csereként jön, akkor gólt szerez. Volt ilyen San Marino ellen, akkor hármat sikerült, akkor Szabics kettőt elvett tőle. Ott a három! Gólszerző a 11-es! Nem baj. Hogyha a csatárok egymástól veszik el és nem adnak az ellenfélnek, az csak jó lehet. Tökéletes fejes. Fehér adja a gólpaszt. Egyszerűen az a lett védelem, amely az első félidőben képtelen volt hibázni, az akárhogy nézzük még a másik oldalról is, most hibázott. Nem is kell felugrani.
Hát amúgy a mérkőzés végén nem árt majd. A két csapat eddig egyszer játszott mérkőzést. 95-ben a Fáy utcában 3-1-re nyertünk. Az barátságos meccs volt. Itt nem csak a piros lap meg a sárgák miatt nem beszélhetünk barátságos találkozóról, hanem a tét miatt sem. 10 emberrel is gólt szereztünk. Stolzers.